A két kezdőt, Zdanon honvédnál Mészáros Zalán, Viktor Kuzmin, Uspenski, Boros és Sitku Ernő, Körmennél Szájer, Hencsei, Edmondson, Ziegler és Zseben. Változás annyi, hogy a gyengélkedő orosz helyén Uspenski kezd a honvédban. Mészáros fején kötés látható. Mérkőzés előtt vele is beszélgettem, semmi sérülés nyoma nem látszott, talán ezzel is hergelni akarja a közönséget. Feldobást követően Ziegler ütötte el a labdát, az azonban a honvédhoz került. Viktor Kuzmin szerezte a mérkőzés első kosarát, ezzel vezet a Danon honvéd. Szájer. Szájer József szerzi a körmenni csapat első kosarát, ezzel 22 másodperc játék után 2-2 a mérkőzés állása. Boros a labdával. Támadó hibát követett el. Uspenski, mutatja Váradi. A hatalmas hangzavarban nem lehet hallani a bírói sípszót. Ez volt az első személyhiba a mérkőzésen, és oldalról jöhet a körmend. Embert fog mind a két együttes, Viktor Kuzmin őrizetére Zsebe figyel. Edmondson, Zsebe. Zsebe dobását Uspenski blokkolta, így a Danon jöhet a Boros révén. Sitku Ernő, középtávoli dobása pontatlan. Lepattanó Edvivot harcban, harcból a honvéd jön ki győztesen. Boros a labdával, Uspenski, Mészáros, Boros, Uspenski. Dobása pontatlan, Edmondsoni a lepattanó labda, Szájer. Csarnok közönsége egy emberként buzdítja a csapatot. Nézőkön nem fog múlni a mai mérkőzés kimenetele. Ziegler. Ziegler sajnos oldalvonalon túlra dobja a labdát, Zsebe állóhelybe maradt. Így Mészáros révén újra a honvéd jöhet. 2-2 a mérkőzés állása. Másfél perc telt el a találkozóból. Uspenski, Boros, Kuzmin. Kuzmint szereltem, azonban Zsebe egyből visszaadta honvédnak a labdát, Uspenski szerezte a kosarat. Remekül szerelte Viktor Kuzmin Zsebe, azonban az átadásra nem figyelt, és azt Uspenski lepülelte. 4-2-re vezet a Danon honvéd. Hencsei a labdával. Szájer. Zsebe fut be. Uspenski lábáról kerül ki a labda az alapvonalon túlra, újra kezdődik a 30 másodperces idő mérése, és Zsebe dobhatja be az alapvonalról a labdát. Ziegler. Szájer. Zsebe. Ziegler. Sitku Ernő blokkolta a Ziegler dobási kísérletét, marad a két pontos honvéd előny, és körmend újra az alapvonalról jöhet. Zsebe dobja be a labdát. Szájer. Zsebe. Szájer. Edmondson szerezte meg a lepattanó labdát. Edmondson két pontos és 4-4 a mérkőzés állása. Harmadik percben járunk az első félidőben, 4-4, Uspenski a labdával, Kuzmin, Boros, Hencsei Tamás követette személyhibát Borossal szemben, ez volt Hencseinek és a körmennek az első hibája. Az alapon arról lesz bedobás, Viktor Kuzmin végzi el azt. Sitku Ernő, Mészáros, Kuzmin,
Dobása jó, Viktor Kuzmin 4 pontos, és 6-4-re vezet a Honvéd. Edmondson a labdával, Szájer, Hencsei. Edmondson. Ziegler megelőzte Boros, így a Danon jöhet előre. Boros szerencsére felelőtlenül eldobta a labdát, Kencsei révén a körben támadhat újra. Nem becsülte meg kellőképpen a Honvéd a szerzett labdát, és újra a körben támadhat. Szájern, Zsebe. Zsebe remekül tör be Uspenszkij mellett, és megszerzi első kosarát a mérkőzésen. 6-6. Uspenszkij, Boros, Sittu Ernő, Mészáros, Szájer József követett el személyhibát, első hibája Szájernak, két büntetőt pedig Mészáros zalándobhatja. Mészáros 37 pontot szerzett az első három találkozón. Ma pedig ez volt az első pontja. 7-6-ra vezet a Danon Honvéd. Mészáros második büntetője is jó. 8-6 a Danon Honvéd javára, mikor az első félidő 5. percébe járunk. Hencsei a labdával, Zsebe. Ziegler zár neki. Mészáros Zalán követett el személyhibát. Mészáros Zalán első hibája. Oldalról dobhat a körmendi csapat. Két-két személyhiba van mind a két oldalon. Még oldalról van bedobás. Hencsei. Vele szemben Kuzmin védekezik. Ziegler-től kap zárást Hencsei. Három pontos dobása. Céltéveszt. Két pontos Honvéd előnnél Boros. Kuzmin. Három pontos kosarat szerzett Viktor Kuzmin. Hét pontos és a mezőny legeredményesebb játékosa. Szájer. Remekül tört be a körmendi irányító. 4 pontos, és 11-8 a mérkőzés állása a Danon Honvéd javára. Öt perc telik el az első félidőből, akkor Boros van áll a labda. Mészáros. Uspenszkij, Mészáros. Ziegler ellen fúj Váradi. Ziegler első hibája. Az alapvonalról lesz Danon Honvéd bedobás. Három pontos Honvéd előnynél. 5 perc, 9 másodperc telt el az első félidőből. Törlés után Danon Honvéd dobhatja be az alapvonalról a labdát. Kuzmin, Sitku, Uspenszkij, három pontos dobása jó Uspenszkijnek. 14-8-ra vezet a Danon Honvéd. Edmondson. Akárcsak a budapesti mérkőzésen Uspenszkij és Kuzmin dobják a pontokat a Honvédnál. Zsebe. Edmondson kezéből elsőre kiesik a labda, másodszor azonban megszerzi. 9 másodperc a támadóidőből. Hencsei Tamás szerzett 3 pontos kosarat. Ez volt Hencsei első kosara a mérkőzésen. 14-11-re zárkózik fel a körmen. Boros. Uspenszkij. 3 pontos dobása lejön. És Sitku üti azt Mészároshoz. Sitku. Dobása jó Sitku Ernőnek. Ez volt az első kosara. 16-11-re vezet a Danon Honvéd. Hencsei. Ziegler. Viktor Kuzmin követte első személyi hibáját.
oldalról, dobhat a Körmendit, érkezik Váradi játékvezető. Zsebe dobja be a labdát oldalról, Hencsei. Ziegler, újra Hencsei. 6,5 perc telt el a mérkőzésből, Edmondson. Uspenski követette személyhibát Edmondsonnal szemben. Edmondson két büntetőt dobhat. Uspenskinek ez volt a második személyhibája. Edmondson 2 pontot szerzett eddig a mai találkozón, az első 3 találkozón pedig 57 pontot. Edmondson ezzel a ponttal 60 pontot szerzett a páros viadalom. 16-12-re vezet a Danon Honvéd. Második büntetőt is értékesíti Charles Edmondson, ezzel 4 pontos és 3 ponttal zárkózik el a körmendi csapat. Boros, Uspenski, lépéshibát követettem. Uspenski, Váradi játékvezető, remekül vette észre, így a körmendi csapat jöhet oldalról. Szájer, Hencsei, Ziegler, Hencsei, Szájer, 3 pontos a kísérlet, dobás pontatlan lett, Mészárosi a lepattanó labda. Kuzmin, Uspenski, újra Kuzmin. Zsebe szerelte, újra Kuzmin, és remek átadást kap. Nem fúj a játékvezető, Zsebe nem mert elvállalni szemből az 1-1-et. Boros kosara nem jó, előtte Hencsei követette személyhibát. Hencsének a második hibája, és Viktor Kuzmin révén a Honvéd dobhat oldalról. 16-13-ra vezet a Danon Honvéd. Sitku, Boros, Kuzmin, Sitku. Dobása pontatlan, és Hencsei a lepattanó labda. 3 pontos Honvéd előnynél, Körmend támadhat újra. 8. percben járunk az első félidőben. Szájer. Ziegler-től kapott zárás, Zsebe Ferenc. 3 pontos kosara lejön, és a lepattanó labdát a Honvéd játékosai szerzik meg. Boros, Mészáros. Sitku, Kuzmin, Uspenski. Uspenski dobása rövid volt, Váradi azonban jelzi, hogy Zsebe Ferenc követett el Uspenski eldobás közben személyhibát. 2 büntető dobás következik. Uspenski 5 pontot szerzett a mai mérkőzésen. Első büntető dobása pontatlan, marad a 3 pontos Honvéd előny. Második dobásra jobban koncentrált Uspenski, ezzel 6 pontos, és 17-13-ra vezet a Honvéd. Hencsei a labdával, Zsebe Ferenc, Hencsei. 8,5 perc telt el a mérkőzés első fél idejéből. Zsebe, Ziegler. Ziegler László szerezte első kosarát a mérkőzésen, ezzel minden körmendi játékos pontot szerzett már a találkozón. 2 pont a Honvéd előnye, Mészáros. Elcsúszott Mészáros, de még Boroshoz tudta adni a labdát. Sitku, Mészáros, Boros. Boroshoz került a labda, aki megszerezte első kosarát a mérkőzésen, így mind a 10 játékos szerzett már kosarat a találkozón. Edmondson 6 pontos, 19-17-re zárkózik fel a Körmend. Mészáros, Kuzmin, Boros, dobása rövid, Ziegleri a lepattanó labda,
és Boros Zoltán követette személyhibát, Borosnak az első hibája. Pontatlan dobását követően Boros ment a lepattanó labdáért, csak szabálytalanul tudta Ciglert szerelni. Körmendi csapat egyenlíthet, amennyiben a támadást kosárral fejezi be. Szájer. Edmondson. Uspenski mellett tör be, és dobását Uspenski blokkolja. Uspenski 210 cm magas, így előnye volt Edmondsonnal szemben. 10 perc telik el az első félidőből, Szájer a labdával. Hencsei, Edmondson. Uspenski harmadik hibáját követi el. Danon Honvédnak ez volt a hatodik csapat személyi hibája. Körmendi oldalon 5 hiba van. Zsebe dobja be a labdát az alapvonalról. Ziegler. Ziegler Sitku mellett. Remek dobót csinál. Dobása azonban lepattanik a gyűrűről. Boros. Kuzmin. Viktor Kuzmin 10 pontos, második 3 pontos kosarát szerezte. Az orosz vendégjátékos 5 ponttal vezet újra a Danon Honvéd. Szájer a labdával. Zsebe. Boros követette személyhibát. Második hibája. Zsebe az alapvonalról. Ziegler. Zsebe közelről értékesíti a helyzetet. 4 pontos és 3-mal vezet a Honvéd. Boros. Kuzmin dobása pontatlan. Azonban Uspenski is szerezte meg a lepattanó labdát, és visszajuttatja azt a körmendi kosárba. 8 pontos Uspenski, Kuzmin 10-et szerzett. Ketten 18 pontot szereztek a Honvéd 24 pontjából. Jó lenne őrizetükre jobban odafigyelni, többiek ugyanis nem a nagyon eredményesek. Hencsei. Hencsei tör be. Dobást megadja Váradi játékvezető. Hencsei Tamás 5 pontos, 24-21-re alakul a mérkőzés állása. 8 perc, 40 másodperc van az első félidőből hátra. 3 ponttal vezet a Danon Honvéd. Boros a labdával. Sitku. Uspenski. Boros. Mészáros. Rövid lett a dobás, és Edmondsonnál a labda. Zsebe. Edmondson Mészáros akadályozta meg abból, hogy tudja követni a támadást. Zsebe ezt nem vette észre, és pontatlan lett az átadás. Sitku ront a kontratámadásból. Edmondson szedte le a lepattanó labdát. Szájer. Dobása lejön, Zsebé a lepattanó. Zsebe Ferenc. 6 pontos, és 1 pontra felzárkózik a körmen. 24-23, amikor 7 perc, 50 másodperc van az első félidőből. Zsoldos András erélyes a játékosaival szemben. Mészáros. Kuzmin putát az alapvonalon. Uspenski kapott labdát Mészárostól. Uspenski zsákolt közelről. 10 pontos, akárcsak Viktor Kuzmin. 26-23 a Honvéd javára. Hencsei. Edmondson. Zsebe. Ziegler. Hencseiről került az alapvonalon túl a labda. Sokat kapkodnak a körmendi játékosok. Sokat zeladott labda. Sok a pontatlan dobás, és a lepattanók labdák megszerzésében sem jeleskedőnek eddig a körmendi játékosok.
Így 3 ponttal a Danone Honvéd vezet, amikor 7 perc, 18 másodperc van az első félidőből, és Patona Imre a Körmendiek mestere kér időt. Danone Honvédból Viktor Kuzmin és Genagyi Uspenszki 10-10 pontot szerzett, rajtuk kívül Boros, Mészáros, Sitkú csak 2-2 ponttal járult hozzá csapatuk vezetéséhez. Körmendi oldalon Hencsei Tamás 5, Edmondson és Zsebe 6-6, Szájed 4 és Cigler 2 pontot szerzett. A két idegen légiós őrizetére kellene jobban figyelni a körmendi játékosoknak. Ha őket ki tudjuk kapcsolni a játékból, akkor könnyen a javunkra fordíthatjuk a találkozót. Időkérés alatt lányok tánccal szórakoztatták a zsúfolásig megtelt sportcsarnok nézőit. És most már Danone Honvéd jöhet az alapvonalról. Nem cserélt időkérés alatt egyik csapat sem. Orosz már melegít, de egyelőre még a kispadon marad. Mészáros. Még mindig Mészáros. Sütkú. Uspenszki. És a lepattanó labdánál Szájer lökt el Mészáros Zalán. Mészáros amúgy sem kedvelik itt Körmenden. Most pedig 2 büntető dobás fog következni. Láthatta mindenki, nem akarok a harmadik mérkőzés játékvezető ítéletével foglalkozni. Honvédnál volt a labda, falt volt, és 2 büntető dobás van. Honvéd játékos Boros Zoltán reklamál is, ő is meglepődik. Budapesten ilyenkor oldalbedobása. Most azonban Szájer József értékesíti az első büntetődobást. 5 pontos, 26-24 a mérkőzés állása. Második dobás is jó, Szájer is 6 pontos, akárcsak Edmondson és Zsebe. 1 pont a Honvéd előnye. Boros. Mészáros, Kuzmin egyből kapja, egyből dobja, amit megkapta, szerencsére most dobása pontatlan, Szájer révén a körmend jöhet előre. Jó lenne megszerezni a vezetést, ehhez egy kosár kell. Szájer, Hencsei, Edmondson, zsákol Edmondson, 8 pontos, és a Danone Honvéd vezetői azonnal időt kérnek. 6,5 perc van az első félidőből, átvette a körmendi csapat a vezetést, 27-26, akkor Mészáros István és Zsoldos András kér időt. Danone Honvéd csapata túl a 7 személyhibán. Körmendi oldalon egyelőre 5 hiba van. A közönség nem pihen, folyamatosan buzdítja a csapatot, énekel. Mérkőzés előtt Bebes István, a klubelnöke köszönte meg a szurkolók egész éves buzdítását, és megkért mindenkit arra, hogy a mai mérkőzésen is sportszerűen zúgjon a hajrá körmend. Eddig a szurkolók ezt maradéktalanul betartják, és hatalmas meleg ellenére is folyamatosan buzdítják a csapatot. Időkérés után Uspenszki dobja be a labdát az alapvonalról. Továbbra sincs csere egyik oldalon sem. Mészáros hozhatja fel a labdát. Kuzmin. Dobása pontatlan. Ciglerre a lepattanó. Szájer. Cigler. Szájer. Mészáros, elnézést, Boros és Zsebe csatázott a palánk alatt.
csatájuk közepette, Szájer nem tudta a labdát odaadni zsebének, így a Honvéd támadhat újra. Marad az egypontos Körmendi előny, Sitko a labdával, Uspenski, Mészáros. Zsebét löki fel Mészáros, azonban Gencsen Plámen úgy ítéli, hogy Zsebe nem foglalta el a védőpozíciót. Zsebének ez volt a második hibája, alapvonalról dobhat a Honvéd. Körmendi oldalon Edmondson egy tévedtem Hencsének és Zsebének van két-két hibája. Honvédnál Uspenski 3, Boros és Mészáros 2-7 hibával rendelkezik. Időkérés törlésre való időt a körmendi szurkolók Mészárosnak Budapesten tett alakításáért nem éppen kedvező nyilatkozatot tesznek. Játékvezetők megkérték a közönséget, hogy ezt szüntessék meg. Boros, Mészáros, Sitku. Sitku fordult le, lepattanó labdát, Uspenski nem tudta visszaütetni a körmendi kosárba, de Körmend támadhat újra. Egy pont az előny, 5,5 perc van hátra az első félidőből, Zsebe. Szájer, Hencsei, 7 másodperc a támadó időből. Zsebe dobása jó, Zsebe Ferenc 8 pontos, akárcsak Edmondson és 3-mal vezet a körmen. Sitku, Kuzmin, Uspenski, Boros. Mészáros. Sitku. Lépéshibával indult. Sitku Ernő. Váradi remekül vette észre. 3 pontos körmendi vezetésnél. Szája dobhatja be az alapvonalról a labdát. 4,5 perc az első félidőből. 3 pont a körmend előnye. Edmondson, Hencsei, Zsebe. Zsebe Ferenc. Dobása jó. 10 pontos, és 31-26-ra vezet a körmend. Zsebe Ferenc, aki részese volt a 87-es bajnoki címnek is, remekül játszik a találkozó eddig eltelt időszakában. Sitku. Támadó hibát követett el Sitku Ernő. Zsebe remekül zárta az alapvonalat. Zsoldos edző azonnal időt kér. 4 perc van az első félidőből. Sitku első hibája volt. 5 pontos körmendi vezetésnél újra a körmendi csapat támadhat majd időkérés után. Edmondson 8, Zsebe 10 pontot szerzett, Szájer 6-ot, Hencsei 5-öt és Szigler 2-t. Danonnál Kuzmin és Uspenski 10-10 pontos, az ő megtorpanásuk révén szerzett 5 pontos előnyt a körmendi csapat. Többi 3 játékos továbbra is 2-2 pontos. Kettes bajnok csapatból még Szájer és Érsek szerepel játékosként. Csapat körül dolgozik az akkori edző Patona Imre, az akkor még játékos Vodor Péter, valamint a klub elnöke Bebes István is játszott a bajnok csapatban. Időkérés után cserél a Danon Honvéd, Orosz és Kocsis állt a csapatba. Egész pályás letámadásra jön ki a Honvéd, Mészáros. Támadja Szájert. Mészáros belerugott a labdába, így újra kezdődik a 30 másodperc. Tehát érdekes, hogy a 3 személyi hibával rendelkező Uspenski a pályán maradt, és Sitku cserélte Zsoldos edző. Zsebe,
Hencsei. Ciglernek a Hencsei átadás nem volt elég pontos, így nem tudtuk kosárra befejezni a támadást. Feláll a körmen, 15 másodperc a támadóidőből, Hencseinél a labda. Ciegler. Szájer. Dobás pontatlan. Mai mérkőzésen a körmend eddig egy 3 pontos kosarat szerzett csak. Hencsei Tamás pedig harmadik személyi hibáját követte. 31-26-os körmendi vezetésnél érsek készülődik a körmendi csapatban. Körmend is elérte a 7 csapat személyét, de ezt követően minden falk után két-két büntető dobás lesz. Orosz László. Orosz első kosarát szerezte, a harmadik budapesti mérkőzésen Orosz nem volt eredményes. 31-28. Körmendi csapat vezet, akkor 3 perc van az első félidőből. Zsebe, Szájer, Hencsei, Cieglernek. Ciegler Orosz megelőzte, hogy a Honvéd támadhat. Boros. Boros Zoltán szerezte a negyedik pontját, és 31-30 a mérkőzés állása. Az egész pályás letámadása, kis zavar keletkezett a körmend játékában. És ennek köszönhetően időkérés óta csak a Danon Honvéd szerzett kosarat. Edmondson. Orosz László első személyi hibáját követte. 2 büntetődobás fog következni. Körmendben Hencsei helyére érsek áll. Hencsei 25 pontot szerzett az első 3 mérkőzésen. Helyére beállt érsek, pedig 26-ot. 2 büntetőt Ciegler László dobja. Ciegler eddig 2 pontos a mai mérkőzésem. Első dobását elhibázza Ciegler. Marad az 1 pontos körmendi előny. Második dobása jó Ciegler Lászlónak. Ezzel 3 pontos. Mészáros a labdával. 32-30-ra vezet a körmend, mikor 2 perc, 15 másodperc van az első félidőből. Boros. Mészáros jön át az alapvonalon. Edmondson nem lépett ki rá, így Mészáros 4 pontos. Egyenlő a mérkőzés állása. Edmondson. Dobása jó Charles Edmondsonnak, 10 pontos, és újra a körmend vezet. 4 játékos van a mezőnyben, aki eddig 10-10 pontot szerzett. Kocsis, Boros. Ciegler, érsek nála a labda, Zsebe. Szájer. Másfél perc, 2 pont a körmendi csapat előnye. Szájer. Érsek jön át az alapvonalon. 4 másodperc a támadóidőből, Edmondson 3 pontos kísérlete pontatlan lett. Edmondson szerelte a dobást. Váradi azonban megadta Mészáros dobási kísérletét, 6 pontos Mészáros is, és egyelő a találkozó állása. 50 másodperc van, Boros Zoltán követette a személyhibát, harmadik hibája budapesti irányítónak. Cserél a Danon Honvéd, Viktor Kuzmin áll be. Kocsis. Megy a kispadra, 2 büntetőt pedig Zsebe Ferenc dobhatja. Zsebe eddig 10 pontos a mérkőzésem, és összesen 56 pontot szerzett a 4 találkozón. Zsebe első büntetője jó, ez is pontatlan, marad a 34-34.
másodikat sikerül értékesíteni, Zsebe Ferenc 11 pontos, és 1 pont a körmendi csapat előnye. Mészáros a labdával, Uspenszky zár neki, Mészáros távolról szerzett 3 pontos kosarat, 9 pontos Mészáros Zalán, és 2 ponttal vezet a Danon Honvéd. Uspenszky remekül zárt Mészárosnak, aki 7 méterről dobta el a labdát. 21 másodperc van. Szájer. Edmondson. Edmondson szerzett kosarat. 12 pontos és egyenlő a mérkőzés állása. Mészáros. Újabb 3 pontos dobása pontatlan. Edmondson követette személyhibát Uspenszkyjal szemben. Edmondson első hibája. 3 másodperc van hátra az első félidőből, mikor a körmendi csapat időt kér. 37-37 mérkőzés állása, Viktor Kuzmin 10 pontot, Uspenszky 10 pontot, Boros 4, Orosz 2, Mészáros 9, és Sitku 2 pontot szerzett. Körmendi oldalon Hencse 5, Edmondson 12, Szájer 6, Ziegler 3, Zsebe Ferenc 11 pontot gyűjtött. Uspenszky dobhat időkérés után 2 büntetőt. Eddig 10 pontot szerzett az ukrán vendégjátékos. 2 büntetőt dobhatott az első félidőben, ebből egyet elrontott. Mészáros mond valamit Uspenszkynek. Aki dobhatja a 2 büntetőt. Az elsőt szerencsére elhibázza. Így marad az egyenlő állás. Második dobás jó, 1 pont a Honvéd előnye Zsebe Ferenc a labdával. Zsebe dobása pontatlan lett, 1 pontos előnnyel ér véget az első félidő, 38-37-re vezet a Danon Honvéd itt Körmenden. Az első félidőben Viktor Kuzmin 10, Uspenszky 11, Sebők Tamás nem játszott, Kocsis 0 pontot szerzett, Boros 4 pontos, Orosz 2, Mészáros 9, Sitku 2, Körmendi oldalon Hencsei 5, Edmondson 12, Szájer 6, Ziegler 3 és Zsebe 11 pontot szerzett. Danon Honvéd kezdőcsapata megegyezik az első félidő kezdőcsapatával. Boros, Kuzmin, Mészáros, Uspenszky, Sitku. Uspenszky és Ziegler ugrik a labdáért, Váradi kezében a labda. Ziegler újra előtti, azonban most is a Honvéd játékosok szerzik azt meg feldobást követően. Uspenszky, Kuzmin őrizetére érsek figyel. Viktor Kuzmin azonban megszerzi 12. pontját. Ezzel Edmondson a Hold versenyben a legeredményesebb játékosok. 3 ponttal vezet a Honvéd. Ziegler, Szájer, érsek. Ziegler. Sitku Ernő követett el még Zieglerrel szemben személyhibát. Sitkunak a második hibája, Ziegler pedig 5 pontos. ...40-39 a mérkőzés állása. Most Ziegler elrontotta a büntetőt, így marad az 1 pontos Honvéd előny. A fütty azért volt, mert az eredményjelzőn még csak 37 volt a körmendi csapatpontjainak a száma. Boros
Már csak 8 másodperc a támadó időből. Kuzmin, dobása rövid, zsebe, Szájer, Érsek, bátran tör be, Érsek, és megszerzi első kosarát a mérkőzésen, 41-40 a körmend javára. Az első félidő javarészében a Honvéd vezetett 1-2 ponttal, 27-26-nál vezetett a körmend először, innen 31-26-ra elhúztunk, azonban azóta a körmend vezet. Uspenski negyedik hibáját követte Edmondsonnal szemben. Második félidő, második percében Uspenski négy személyi hibás. Szájer dobja be a labdát. Cserére készül a Honvéd, Orosz áll majd valószínű Uspenski helyére, zsebe. Remek labdát a Ciglernek, aki zsákolással fejezi be a támadást. 43-40 a körmend javára, Cigler László 7 pontos. Körmendi közönség hatalmas hangerővel buzdítja a csapatot, aminek reméljük meg lesz az eredménye. Kuzmin! Nem tudott dobni Kuzmin, zsebe van eszemben. Uspenski. Edmondson szerelte Uspenskit. Kézzel nem volt szabálytalan, azonban Gencsev mutatja, hogy testtel érintkeztek. Így két büntetőt dobhat. Genegyi Uspenski. Edmondson második személyi hibája volt ez. Három pontos körmendi előnynél Uspenski dobhat büntetőket. Az első rövid lett, Uspenskinek ez volt a harmadik elhibázott büntetődobása. Tizenkét pontos Uspenski, 43-41 a körmend javára, és Orosz László áll a helyére. Harmadik perc a második félidőben, Szájernál a labda. Érsek jött át, vele szemben Kuzmin, Edmondson, Szájer, Cigler, remek labdát kapott Szájertől Cigler, ki ezzel már a második félidőben 6 pontos, 4 pont a körmendi csapat előnye, Boros, dobása jó Boros Zoltánnak, 6 pontos, 45-43 a körmend javára. Szájer József cipőjét köti, ezért állt meg egy pillanatra a játék. Szájer. Három perc eltelt a második félidőből. Edmondson. Zsebe. Cigler. Zsebe és Edmondson egymást zavarták a pattanólabda megszerzésében. Most pedig Cigler ellen fúj, Váradi. Ciglernek a második hibája. És a Danon Honvéd újra két büntetőt dobhat. Boros. Első dobása jó Boros Zoltánnak, 7 pontos, 1 pont a körmendi előny. Második dobása is jó Boros Zoltánnak, ezzel 8 pontos és 45-45 a mérkőzés állása. Szájer, Cigler, zsebe, Mészáros Zalán, harmadik hibája. Az alapról zsebe dobhatja be a labdát. Egyelő a mérkőzés állása. Cigler.
Érsek. Három pontos kísérlete Érseknek pontatlan. Három honvéd játékos zavarta egymást. Mészáros a labdával. Boros. 10 pontos, és 2 ponttal vezet a Danon Honvéd. Boros második félidőben 6 pontot szerzett. Szájer. Szájer József, 8 pontos, egyenlő az állás. Kuzmin, dobása pontatlan. Boros üti el a labdát Mészároshoz. Kuzmin. Viktor Kuzmin közelről szerzett pontot. 14 pontos és 2-vel vezet újra a Danon Honvéd. 4,5 perc telt el a második félidőből. Fej-fej mellett haladnak a csapatok. Érsek. Zsebe. Mészáros negyedik hibája budapesti játékosnak. Uspenszky mellett, tehát Mészárosnak is 4 személyi hibája van. Az alapvonalról Zsebe dobhatja be a labdát. 2 pontos honvéd vezetésnél. Akkor a második félidőből 5 perc telik el. Szájer, Érsek, Edmondson. Ziegler, újra zsákolt Ziegler László, Edmondson remek pattintott átadást adott Zieglernek, aki 11 pontos már, ebből 8-at a második félidőben szerzett, egyenlő az állás. Boros, Sitku, Edmondson őrzi. Sitku dobása pontatlan, zsebéről kerül az alapvonalon túlra a labda. 49-49 a mérkőzés állása. Mészáros az alapvonalról. Kuzmin, Orosz. Orosz dobással lejön. Szájer. Nagyszerű a hangulat továbbra is itt a sportcsarnokban. Edmondson zsebének ad rossz labdát. Zsebe méltatlankodik, Csombét pedig támadhat. Orosz. Gencse Plámen. Ziegler László ellen fúj személyi hibát. Megint elkezdődik a játékvezetők téves ítélete. Zieglernek a harmadik hibája. A Danon dobhat, Mészáros, Kuzmin, Orosz, körmennél a labda, Gencse Plámen, Orosz ellen fúj személyhibát. Elég hamar igyekezett visszaadni. Közönséggel megbeszéli Gencsev az előző helyzetet. Lényeg az, hogy a körmen támadhat, és egyenlő az állás. Zsebe. Nem fúj szemét Váradi. Boros védekezett Zsebével szemben. Mészáros. Kuzmin üresen. Kísérlet 3 pontos volt, ami lejön. Zsebe. Zsebe Ferenc. 13 pontos. Ha nehezen is, de végig gyalogol a pályán, Zitzer dobással fejezi be a támadást. 2 ponttal vezet a körmen. Akkor 7 perc telik el a mérkőzésből, második fél idejéből. Lábat fúj Váradi Viktor Kuzminnál. Körmen jöhet. Meg kell egy kicsit nyugodni a csapatnak. És jó lenne, ha ezt a 2 pontos előnyt tovább tudnánk növelni. 1-1 ponttal beáltakozva vezet a 2 csapat. Most ezt meg kellene fejelni a csapatnak. Szájer a labdával.
Ziegler. Csitku mellett. Seladja a Ziegler László sajnos. Orosz László pedig megszerzi negyedik pontját. Egyenlő az állás. Nem tudott a körmendi csapat, tehát kettő pontnál többel elhúzni. Így marad a fej-fej melletti hatalmas csata. Ziegler. Váradi és Sitkut találta meg. Sitkunak a harmadik hibája. Kettő büntetőt pedig Zsebe Ferenc dobhatja. Zsebe 13 pontos a mai mérkőzésen. Az első fél időben két büntetődobás közül egyet elrontott Zsebe Ferenc. Tizennégy pontos Zsebe és egy pont a körmendi előny. Második dobását is értékesíti Zsebe Ferenc. 15 pontos Zsebe és 2 pont a körmend előnye. Viktor Kuzmion az alapvonalon. Mészáros lépéshibát követett el Mészáros Zalán. Ebben a tekintetben mindenképpen jobban fújnak a játékvezetők, mint Budapesten. Zsebe. 12 perc, 15 másodperc van a második félidőből. 53-51 a körmend javára. Zsebe. Mészáros szerelte Zsebét. És Mészáros Zalán szerzett két pontot. Egyenlő újra az állás. Nem tud a körmendi csapat kettő pontnál többel elhúzni. 53-53 az állás. Érsek a labdával. Váradi Szájer ellen fúj támadó hibát. Szájernak a második hibája. Boros. Cserélt a Danon, Uspenszky állt vissza, Kuzmin, Boros. Edmondson és Ziegler szedte le a labdát, egyenlő továbbra is, körmen támadhat, Szájer. Szájer József, hárompontos dobása pontatlan. Danon Honvéd támadhat. Szerencsére kimegy a labda Uspenszky előtt. Cserél a körmen. Hencsei áll vissza érsek helyére. Hencsei három személy hibával rendelkezik. 11 perc, 9 másodperc van a mérkőzésből. Egyenlő az állás. Hencsei. Zsebe. Ziegler, vele szemben Uspenszky. Zsebe szedte vissza a labdát. Váradi feldobást ítél szerencsére. Zsebe szemfülesen próbált meg labdát szerezni. Orosztól ez majdnem sikerült is. Boros és Zsebe ugrik a labdáért. Egyenlő az állás. Törlés van, ezért vár Váradi a feldobással. Uspenszkyhez kerül a labda feldobást követően. Boros. Mészáros. Dobása pontatlan. Zsebé a lepattanó labda. Edmondson ütötte ki orosz kezéből. Szájer. Hencsei. 10 perc, 20 másodperc a mérkőzésből. Bajnoki döntő negyedik összecsapásából 10 percnél valamivel több van hátra. Szájer. Ziegler,
kosara jó, Ziegler Lászlónak, Orosz követette személyi hibát. Ziegler 13 pontos, Orosznak ez volt a harmadik személyi hibája. 2 ponttal vezet a körmendi csapat, mikor Ziegler László még egy büntetőt dobhat. ...55-53-nál Ziegler. Edmondson küzdött a pattanóért, azonban nem járt eredménnyel. Mészáros most sem tudott a körment 2-nél többel elhúzni. Orosz hagyta ki az iccet közelről. Uspenszkytól remek átadást kapott Orosz, azonban közelről a gyűrű tövére dobta az iccet. Hencsei a labdával. 2 pont a körmendi csapat előnye. Zsebe. Edmondson jön. Hencsei. Már csak 6 másodperc. Hencsei Tamás. Suspenszky fölött Ziegler. Kosara jó Zieglernek. 15 pontos, ebből 12-t a második félidőben szerzett Ziegler László. Végre 4 ponttal elhúzott a körmen. 57-53. Uspenszky, jó lenne már kipontoztatni, 4 hibája van, 14 pontos és 57-55. 9 perc van a mérkőzésből, 9 perc, 2 pont az előny. Szájer, Zsebe, Ziegler, Szájer, Zsebe. Zsebe dobása pontatlan, Mészáros révén a honvéd jöhet előre. Orosz. 3 pontos kísérlete gyenge volt Orosznak. Elég merész vállalkozás volt ez a honvéd centerétől. Ziegler, Hencsei. 2 pontos körmendi előnynél Ziegler. Edmondson. Zsákolással szerez Edmondson kosara. 14 pontos. 4 pont a körmendi előny. 8 perc, 11 másodperc van vissza a mérkőzésből. 4 ponttal vezet a hazai csapat. Orosz, Uspenszky, Mészáros. Hencsei szerzett labdát. Hencsei nem vette észre, hogy Edmondson érkezik. Boros belépett elé, Váradi azonban támadót ítélt. Így 4 pontos körmendi előnynél nem sikerült tovább növelni az előnyt. Két perc, 55 másodperc van vissza, nincs időkérés. Törlésre van csak szükség. Hencsei Tamás, ha észrevette volna, hogy jön Edmondson, akkor talán már 6 ponttal vezetnénk. Nincs gond, továbbra is küzdeni kell, hajtani, és akkor talán megmarad az előny. Uspenszky. Lejön Ziegler. Szájer, Edmondson elő, nem vesszük észre, nem baj. Zsebe. Hencsei. Zsebe. Edmondson. Zsebe. Az alapvonalon. Megszerzi a kosarat Uspenszky mellett. 17 pontos Zsebe. A Danon Honvéd időt kér. 61-55-re elhúzott a körmendi csapat. 7-es perc, 12 másodperc van hátra a bajnoki döntő negyedik összecsapásából itt Körmenden, akkor 6 ponttal vezet a körmendi csapat. Viktor Kuzmin 14 pontos, Gennady Uspenszky szintén, Boros 10, Orosz László 4, Mészáros Zalán 11, Sitku Ernő 2 pontos. Körmennél Hencsei 5, Edmondson 14, Érsek 2, Szájer 8, Ziegler 15, Zsebe pedig
17 pontot gyűjtött eddig. Körmendi közönség nagyszerű hangulatot varázsol ide a sportcsarnokba, mert zsúfolásig töltve körbe a pálya szélén. 1, illetve 30 cm a távolság, amiközött váltakozik a szurkolók elhelyezkedése. Időkérés után a Danone Honvéd jöhet. 6 pont a körmendi csapat előnye. 4 magassal játszik továbbra a Honvéd, Uspenszky, Sitku, Orosz, és Kuzmin mellett Mészáros az egyedüli kis ember. Egyszerűen Orosz László kidobta a labdát, Uspenszky méltatlankodik, szerinte érsek elrántotta. Újabb törlés követően érsek dobhatja a labdát. Váradival beszéli meg az előző szituációt. 7 perc van, 7 perc a bajnoki döntő negyedik mérkőzéséből, 6 pont a körmendi előny, Szájer a labdával. Edmondson, Szájer, zónára tért át a Danone Honvéd, gyorsabban járjon a labda. Magas emberek fölött nem lehet átadni a labdát. Sitku megáll. Szerencsére Ziegler szerelte Sittut, nagyszerű Ziegler László teljesítménye a második félidőben. Sitku teljesen elbizonytalanodott mellette, eddig 2 pontot szerzett a mai mérkőzésen. Zsebe, Szájer, Ziegler! Ziegler László, 17 pontos, 8 pont a körmendi csapat előnye, 8 pont! 6 perc van a mérkőzésből. Sitku! Nagyszerű a hangulat itt a sportcsarnokban. Kuzmin! Orosz! Ziegler szerelte Orosz! Zsebénél a labda! Tombol a körmendi közönség! 8 pont az előny! 5 és fél perc! Szájer, Zsebe, újra Szájer, érsek, Edmondson, Orosz László. Negyedik hibája a Honvéd centerének, 2 büntető dobás fog következni. Cserél a Danon, kis emberek jönnek, valószínűleg egész pályás letámadás lesz. Orosz helyére Boros. Két büntetőt dobhat Charles Edmondson. 14 pontos eddig a mai mérkőzésen. Már 15. 9 ponttal vezet a körmend. 9 pont, amikor 5 és fél perc van hátra a mérkőzésből. Második is jó. 16 pontos Charles Edmondson. 10 pont a körmend előnye. Mészáros. Boros. Sitku Ernő. Pontatlan a dobás a Sitkunak. Szájer, tombol a közönség. Érsek. Szájer. Szájer tör be. Edmondson küzdött a lepattanóért, azonban lépéshibát követett el Uspenszky. Kint a labda! Meg kell nyugodni most, a Danone Honvéd időt kér. 10 ponttal vezet a körmend, 4 perc, 48 másodperc van hátra. Tombol a körmendi közönség, akkor Mészáros és Zsoldos időt kérnek.
Szabatonból a körmendi közönség. 10 pont a körmendi elő, 4 perc, 48 másodperc. Kucsera József arca sápadt. Reméljük, kitart ez az állapot a mérkőzés végéig. Körmend jöhet oldalról. Zsebe végezheti el az oldalbedobást, emberfogásra tér át újra Danon Honvéd. Szájer, Zsebe. Honvédnak megvan a 7 csapat személyi hibája. Zsebe. Szájer. Zsebe Ferenc válláról pattant a labda az oldalvonalon túlra. Gencsev először a körmend javára ítéli, de Váradi mutatja, hogy ő rendesen látta a helyzetet. Mészáros, Uspenszky, Kuzmin, nem jó, Ziegler és Mészáros Zalán kipontozódik. Hatalmas az öröm a sportcsarnokban, Mészáros Zalán kiáll, Ziegler László pedig 2 büntetőt dobhat. Viktor Kuzmin elfáradt a második félidőre. Uspenszky sem tündököl már, mint az elsőben. Így a körmendi csapat 10 ponttal vezet, amikor Ziegler László 2 büntetőt dobhat. Ziegler 17 pontos. Ziegler László büntetőt elhibázza. Talán a második sikerülni fog. Jó. Ziegler 18 pontos, a mezőny legeredményesebb játékosa, 11 ponttal vezet a körmend. Boros, Uspenszky, 3 pontos kísérlete, túlszáll és zsebélj a labda! Edmondson, megvan! Szájer, Kocsis vele szemben, kipontozódott, Mészáros helyére állt Kocsis. Ziegler, Edmondson, 7 másodperc a támadó időből, Szájernak dobni kell, dobás pontatlan, Honvéd jöhet, Boros, 11 pont az előny, Kocsis, Uspenszky. Újra rossz a dobás, Boros. Zsebe próbálta megszerelni, Sitku Ernő. Majd Sitkunak a dobása bemegy. Sitku 4 pontos, letámad a Honvéd. Szájer azonban áthozza a labdát talán. Igen. 9 pont a körmendi elő. 3 perc van a mérkőzésből. 3 perc, 9 pont. Szájer adja el a labdát, Uspenszky, Borosnak adja ki, Boros 3 pontos kosarat szerzett, ezzel 6 pontra olvad a körmendi előny, 6 pont, Boros 13 pontos, Szájer, Zsebe, 3 a 2-be, Zsebe, Edmondson, jó! Edmondson 18 pontos, 8 pont, 2,5 perc a mérkőzésből. Patonai jelzi, hogy időt fog kérni. Boros, dobás pontatlan, Szájer. Szájer József szedte le a labdát. Vele szemben Kocsis, Érsek. Át kell vinni. Zsebe. Zsebe. Kocsis követek büntetőt, 2 dobás lesz, 8 pont a körmendi előny, körmendi edzők időt kérnek, 2 perc és 2 másodperc van hátra a bajnoki döntő 4. mérkőzéséből. Közönség talpon, hatalmas a hangulat.
csapatból Hencsei 5, Edmondson 18, Érsek 2, Szájer 8, Cigler 18 és Zsebe 17 pontot szerzett. Danon Honvédnál Kuzmin és Uspenszky 14-14, Boros 13, Orosz 4, Mészáros 11 és Sitku 4 pontot. Áll a körmendi közönség. 2 perc, 2 másodperc van hátra, kedves nézőink. 2 büntetődobás fog következni, 8 pontos körmendi vezetésnél. Zsebe Ferenc, 17 pontot dobott Zsebe, 4 büntetőből 3-at értékesített. Zsebe Ferenc, első dobás pontatlan. Másodikra jobban koncentrál Zsebe. Azonban az is kiperdül a gyűrűből. Marad a 8 pont, kevesebb mint 2 perc. Boros, vele szembe Szájer. Kuzmin 3 pontos kosarat szerzett. 17 pontos Zsebe. Hencsei. 5 pont a körmendi előny, másfél perc van, Zsebe. Az alapvonal fele próbál meg elmenni Zsebe, Szájer, Hencsei. 10 másodperc a támadó időből, kosárra kell dobni, Edmondson. Sitku Ernő negyedik hibáját követte el, a büntetőket kellene értékesíteni. Edmondson dobhat 2-t, büntetőkre oda kell figyelni, fiúk. Második félidőben 5-öt hibáztunk, 5 büntetőt. 5 pont a körmendi előny. 1 perc, 18 másodperc választja el a körmendi csapatot attól, hogy 87 után újra bajnok legyen. Edmondson továbbra is 18 pontos, különbség pedig marad 5. Edmondson 19 pontos, 6 pont a körmendi csapat előnye, 6 pont, 1-10 van a mérkőzésből. Uspenszky. Hencsei Tamás negyedik hibáját követte el. Hencseinek ez volt a negyedik hibája. 5. hibája volt Hencseinek. Az eredményjelzőn még csak 4 személyhiba volt. Hencsei helyére Érsek áll vissza. Hencsei Tamás 5 pontot szerzett a mai mérkőzésen. Oldalról dobhat a Danon Honvéd. Hencsei 30 pontot dobott összesen a 4 találkozón. 6 ponttal vezet a körmend, 1 perc és 5 másodperc. Oldalról jöhet a Honvéd. Az alapról Váradi pontosít, az alapról dobat. Kuzmin beküldi Boros a pályára, valószínű rápróbálnak megjátszani a budapestiek. Váradi nyugtatja a játékosokat. Sitku, Kuzmin. Kuzmin 3 pontos kosarat szerzett, 20 pontos, 3 pont a körmendi előny. Edmondson üresen, Edmondson zsákol, 21 pontos, 5 pont a körmendi előny, 5 pont. Cigler, megvan a labda, Sitku Ernő 5. hibája, tombol a körmendi közönség, 39 másodperc. Bajnok a körment, kedves nézőink! 87 után újra bajnok! Pezsgők már most pukkannak a sportcsarnokban! 5 pont! 87 után újra magyar bajnok a körment! 71-66! Gencsev nyugtatja a nézőket, akik már nagyon nehezen bírnak a helyükön maradni! 71-66, kevesebb mint 40 másodperc, Danon már pakol a kispadról, 39 másodperc,
kettő büntetődobás fog következni. Sitku Ernő szerencsére a mai mérkőzésen nem tudta megismételni budapesti teljesítményét. 4 pontot szerzett a találkozón, és ennek is köszönhető, hogy 5 a körmendi előny, Zsebe Ferenc. Nem jó az első kísérlet. Marad az 5 pont, 39 másodperc. Zsebe Ferenc. Jó. Zsebe 18 pontos, és 6 pont a körmendi előny. Elcsúszott Boros, csúszik a pálya Orosz, zsákolhat, tisztán hagyta. 4 pont a körmendi előny. 4 pont, amikor 25 másodperc van hátra. Törlésre van szükség. Orosz 6 pontos. Négy pont a körmendi csapat előnye, 25 másodperc van hátra, Ziegler László dobhatja az alapvonalról be a labdát. Huszonöt másodperc, négy az előny. Edmondson. Szájer! Kocsis követette személyhibát. Szájer József két büntetőt dobhat. Szájer József 8 pontos eddig. 23 másodperc lesz. 4 pont a körmendi előny. Egy büntetőt legalább be kellene dobni Szájernak. Bent is van. Szájer 9 pontos. 73-68. Második elrontott a Szájer. Boros távolról eredményes 2 pont a körmendi előny. Edmondson szándékos hibát követett el Orosz vele szemben. 6 másodperc van, 2-t dobhat Edmondson, és oldalról jön a körmen. Reklamálnak a budapestiek. 2 pont a körmendi előny. A budapestiek sportszerűtlenek, megtámadják a zsűri asztalt. Mészáros Zalán nem tud viselkedni. Megtámadja a körmendi versenybírói asztalt. Danon Honvéd sportszerűtlenül viselkedik a mérkőzés végén. A körmennek el kellett viselni Budapesten a harmadik hosszabbításba, hogy szándékos faltot fújtak ellene. Itt Edmondson zsákolás közben szabálytalan akadályozta Orosz. Gencsev azonnal mutatta, hogy sportszerűtlen hibát gúj. Így 73-71-nél Orosz kipontozódik. 6 másodperc van hátra, és 2 büntetődobás következik. Edmondson dobhat 2 büntetőt. Honvéd játékosai nehezen veszik tudomásul, hogy a körmendi csapat, halkan mondom, 87 után 6 másodperc hiány újra bajnok lehet. Talán megnyugodnak a kedélyek. Edmondson dobhat 2-t, s utána csak meg kell tartani a labdát. 6 másodperc van hátra. 6 másodperc. Edmondson. 21 pontos. 22. Tombol a körmendi közönség. Zsebe öleli meg Edmondson, aki a mezőny legeredményesebbje. Második dobást elhibázza Edmondson.
Nem bánjuk. 6 másodperc, 3 pontos a körmendi előny. Csak be kell dobni. De meleg pillanatok. Vége a találkozónak. Bajnok a körment, kedves nézőink. Magyar bajnok a körment. 74-71-re nyeri a negyedik összecsapást. Itt a Városi Sportcsarnokban a körment. És 74-71-re. Ezzel 87 után második bajnoki aranyérmét szerzi a körmendi csapat. Gratulálunk a játékosoknak, akik közül ma Hencsei Tamás 5, Edmondson 22, Érsek 2, Szájer 9, Cigler 18, Zsebe 18 pontot szerzett. Játszottak még Csaplárnagy Ervin, Fodor Gergely, Grácer Zsolt, Magyarorsi Szilárd, Strummer Rudolf, Spolbic Szabolcs. Hatalmas ünneplés van itt a sportcsarnokban, ami valószínű még egész éjjel folytatódik itt körmenden. Honvéd játékosok eltűntek a sportcsarnokból, nem bánjuk egy pillanatra sem, körmendi szurkolók pedig határtalan ünneplést tartanak. Magyar bajnok a körmend. Sportág történetében másodszor súlyra itt a nagy csapat. Gratulálunk a körmendi csapatnak. A csapat erőn felül teljesített ebben a bajnok idényben. Samir Mujanovicsal legjobb játékos állományra rendelkező csapatnak kiáltották évelején a körmendet. Samir Mujanovics decemberben megsérült, azóta nem tudott játszani, de nélküle is a csapat példásan küzdött, a Pakson és az ETN át bejutott a döntőbe, és itt 3-1 arányban legyőzte a tavalyi bajnokot, és ezzel 87 után újra bajnok a körmend. A csapat a boldás falhoz van szegezve, mezeket a szurkolók már levették a játékosokról, boldog akinek mez jutott. Pezsgővel öntözik egymást a játékosok, hatalmas az ünneplés. Még egyszer elmondom a magyar bajnok csapat tagjait, Hencsei Tamás, Charles Edmondson, Érsek István, Szájer József, Samir Mujanovics, Cigler László, Zsebe Ferenc, Csaplárnagy Ervin, Fodor Gergely, Grácer Zsolt, Trummer Rudolf, Magyarorsi Szilárd, Polbics Szabolcs, csapat edzői Fodor Péter és Patona Imre. Zsebe hatalmas üveg pezsgőt bontott, és a közönségre spricceli azt. 74-71-re győzött a körmend, és ezzel második bajnoki címét szerezte. Rendkedvére elmondom a Danon Honvéd pontszerzőjét, Viktor Kuzmin 20 pontos, Uspenszki 14, Boros 16, Orosz 6, Mészáros 11 és Sitku 4 pontot szerzett. Pezsgő fürdő van a körmendi városi sportcsarnokban, ahol a mi vagyunk a bajnokok. Csendül fel.
A Körmend tehát magyar bajnok lett. 87 után másodszor. De ezzel még nincs vége az idénynek. Május 12-én és 13-án magyar kupadöntőben is szerepel a körmendi csapat. Budapesten lesz a körcsarnokban, ahol az elődöntőben a ZTE-vel találkozik a csapat. Közönség nem mozdul a csarnokból. Bence Tamás és Gál Tamás is itt van. Gratulált a körmendi játékosoknak. Most elbúcsúzom, kedves nézőink, azonban... Neki, nem tudom, hogy többiek is biztos, hogy teljes extázisban vannak, úgyhogy annyit tudok mondani, hogy a főtéren buli. Hát akkor találkozunk ott és jó mulatást! Hello. Gratulálunk! Köszönöm! Háromszori kupagyőzelem után végre újra bajnoki aranyot nyertetek. Hogy érzed magad a győztes mérkőzés után? Nagyon boldog vagyok, másik oldalon meg nagyon fáradt vagyok, de ez a fáradtság megér ennyi. Ennyit. Ez a győzelem nagyon szép eredmény a csapattól, nagyon együtt volt a csapat, és érett ez az eredmény már. Szeretnék megtartani ezt a csapatot, hogy együtt maradjunk, és megpróbáljuk azt a sikert a másik elkövetkező évben is megtartani. Meglehetősen higgadt véleményt mondtál most itt el a nézők számára, de ezután még folytatódik az ünneplés. Gratulálok a sikerhez, és jó mulatást kívánok! Köszönöm szépen a többiek nevében is! Fiataloknak neki sikerült végre a bajnoki címet megnyernie. Mit szólsz a sikerhez? Hosszú idő után végre a Körmend újra bajnok, sok kupa győzelem után. Most, hogy ott lettem volna, én szóval nagyon szívesen közöttük, sajnos nem adott meg nekem a második, de nagyon örülök neki. Ennyit hagyd mondjak most. Az ünneplésben részt veszel a többi? Természetesen. Holnap az Irokéz nem nyit ki. Tehát az Irokéznek az életét ez a siker ez nem dönti fel. Hát, legalábbis gyökeresen. Gyökeresen nem, de a holnapi nap sajnos a bevételünk egyenlő lesz a nullával. Köszönöm. Szép rejtett reklám. Bajnokságot. Milyen érzés? Menedzser. Hát nekem fantasztikus a csapattal együtt, mert én megértem a 87-est is. A 92-es döntő után kiszálltam, és most újra döntő visszaszállni, sőt, bajnoki győzelem, ez fantasztikus érzés. Köszönhet a csapatnak, a közönségnek, hogy ilyen élményben részesülhettem. Most mit kap a csapat ezért? Milyen jutalomban részesül a Körmend kosárlabdás? Hát a pénzszisztéma fel van építve a bajnoki rendszerre, a bajnokságra, lépcsősen, hogy nyer. Tehát ha megnyerik a bajnokság, milyen lépcsőben, akkor mennyit keresnek, az is a játékosokra tartozik, és van még különböző felajánlás a Mark részére, különböző apróságok. Amit majd a végén most megpróbálnak összegyűjteni egy kolagban. A városban még a bajnokság megnyerése előtt egy jutalom utazásról beszéltek, igaz ez a hír? Igen. Igaz ez a hír, csak rosszul sült el az igazság az újságban, mert a Mark igazgató az úgy ajánlotta fel a kupát is, és a bajnokságot is megnyerik. Ez így érvényes, annyi kiegészítéssel. Minden esetre az út nélkül is óriási ünneplés várható a főtéren, Körmend központjában. Jó mulatást kívánok, és gratulálunk a sikerhez. Köszönjük szépen. Hát ez a csapat, ez a város megérdemelte már végre a sikert. Túl hosszú volt ez a 9 év a 87-es bajnoki döntő után. Hát megérdemli mindenképpen, és gratulálok a közönséget illeti, elsősorban és a csapatot együtt végig is. Azért győztünk, azért voltunk jobban, a közönség és a csapat együtt úgy összekovácsolódott, egyszerűen legyőzhetetlenek lettünk. Köszönöm, és gratulálunk még egyszer. Köszönöm.
elmúlt évben a kupagyőzelemről beszéltünk, most végre a állított álomat sikerült elérni. Milyen munka árán? Nagyon nehéz munka volt, nagyon hosszú út vezetett eddig. Én azt hiszem, hogy nem csak a játék szempontjából, hanem anyagi szempontból is nagyon nehéz évet éltünk át. Én abba bízom, hogy a győzelem után egy picivel ez a része könnyebb lesz. A játék meg még bízom benne, hogy javulni fog az elkövetkezendő másfél héten. De azt hiszem, most nem a játékról beszél a közönség és a vezetés sem, hanem a győzelemről. Igen, ez nem volt egy szuper teljesítmény, de én úgy érzem, hogy itt nem szuper teljesítmény kell nyújtani, hanem nyerni kell. És ez megtörtént, amihez gratulálunk, és jó ünneplést kívánunk. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek. Kinyírtak, baszki! Ezt mondd el! Gabi, egy nagyon jó hasonlattal kezdted a beszélgetésünket, hogy többet vagy a sajtóban, mint... Hát minden tudáljam, azért nem foglalkozhatok velem, mert megkiabolok a városban, hogy nekem van a legjobb sajtóm. Nem te vetted ki legfőbb részt nem a te érdemed legfőképpen a győzelem, és a szurkolásban sem te voltál az első, de hát azért jelentős szerepet vállaltál ebben. Élek, halok a kosárlabdáj, nagyon szeretem a sportot, aztán hála Isten 9 év után újra sikerült ünnepelni a bajnokságot, azt most jön a kupa. 10 nap múlva újra ünnepelünk. Ott is győzünk? Természetesen, hát ez már nem lehet megállni a kapuba. Knézi Jenő szarvaival éve jó szurkolást. Jó estét, köszönöm. Azt most nem, de jó estét is kívánok. Köszönöm szépen. Nagy ünneplésnek az első nagy rohamnak ugyan vége, de és ennek ellenére mindenki olyan higgadtan nyilatkozik a mai mérkőzésről, a játékosokkal beszélgettünk már. Hogy vélekedik erről az edző? Hát szerintem ők még nem jól gondolták át, amit mondtak, mert egyáltalán nem voltak higgadtak. Velem együtt minden játékos nagyon-nagyon ideges volt. Azt érezték, hogy tudunk nyerni, mert ez a Honvéd mindig van egy 3-4 perces periódus, amikor lebetlizik. Na most mi ezt eddig minden mérkőzésen ki tudtuk használni, pedig mi állítom csak közepesen támadtunk, ma nem játszottunk jól, hisz a 3 pontosokat talán 10-ből 1-et dobtunk be, ha jól emlékszem, de ellenben a másik fél idő elejé védekezés és abból a kontratámadások nagyon jól sikerültek, és ha végén nem csináljuk ezeket a bakikat, ugye a személyik, meg az eladott labda, két eladott labda, akkor ez egy biztos 8-10 pontos győzelem. Hát az utolsó másodpercekben pár perc volt hátra, amikor ez meg is volt, aztán tényleg elcsúszott majdnem a banánnyira csapat. Szerencsére nem így történt, ne is erről beszélgessünk. De mégis hát ez bizonyára idegességet okozott az edzőnek és a játékosoknak, és hogy éltétek át az utolsó? Hát úgy hétfő óta óriási feszültség van rajta, én ezt a hétfő dolgot nem tudom most sem megemészteni, meg akár hányszor beszélgetünk róla, nem tudom elfogadni, amit hétfőn csináltak a játékvezetők. Ezt nem szabadna megcsinálni a magyar kosárlabdában. Főleg nem egy honvédnak jobbnak kell lenni nálunk Budapesten. Nem kell ez egy ilyen bírói támogatás, meg főleg egy ilyen dolog, amit megítélnek, eldönteni a bajnokság sorsát, és akkor visszavonják. Tehát ez egy olyan lépés volt, hogy ezt én még mindig nem tudtam feldolgozni. Gondolom a játékosok se igaz, hogy nem beszéltek róla, meg mindenkit próbáltunk higgadságra inteni, nyugalomra, de valahol akkora feszültség volt a fiúkban, hogy féle. Én tudom, mert ismerem belülről őket, és ezért imádkoztam semmi másért, hogy ezen a holponton minél előbb essünk túl, meg legyen meg az, hogy hozzá az idegi fáradtság, ez néha okoz olyan fizikai fáradtságot, hogy nem a kondícióval van probléma, hanem az idegi fáradtság ez bedolgozik, és jelentkezett is ez a második fél idő egyes szakaszaiban, főleg a végjátékban, hogy ezeket ússzuk meg, ezért imádkoztam. És ezeket megússzuk, akkor meg tudjuk nyerni itthon a bajnokságot. És tulajdonképpen ezért sikerült. Talán ez a hétfői félreértés sorozat talán arra is adott alkalmat, hogy itthon hazahozzátok a győzelmet. A mai ünnepléshez ez nagyban hozzájárult végül is a bírók tévedése, de hát ez szerencsétlen. Hát igen, egybeesés. Szerencsés, mi ezért jobban szerettünk volna onnan hazafelé jönni, mert az is nagy ünneplés lett volna. Ha jól tudom, már hihetetlen nagy terveket szőttek a szurkolók, hogy fognak ünnepelni, de hát ez a mai nap a maradt. Megmondom 87-es... Nem tudom az ünneplési menetrendet, meg az étlapot, mert akkor se tudtam. Spontán ünnepléseknek én jobban híve vagyok. Hát 9 éve sikerült. Hogy sikerül ez most? Hát reméljük, hogy most nem kerülök ilyen intenzív osztályra vízumban. Megpróbálom ezeket az idegi feszültségeket olyan italokkal levezetni, amik nem olyan mérgezőek, mint amik akkor voltak. Hát ez sok sikert kívánok. A bajnoksághoz már nem, ahhoz csak gratulálni tudunk. Köszönjük szépen a csapat nevében.